A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, rendhagyó módon egy-egy gondolatsorral kezdem ezt a beszélgetést, mert hogy majd meglátják, hogy milyen fontos történet ez. Ez nem sporták specifikus, hanem sportolói kérdés, mert hogy az egész sportéletben meghatározó dolog, hogy a sportoló miután elérte azt az életkort, amikor nem érzi úgy magát, mint előtte, és nem érzi jól magát abban a közegben, ahol készül, abban a sportban, amiben az előtte lévő években készült, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a magánszférában miként tud hatékony, hasznos szereplő lenni, és ennek tudatában kell készülni a sport mellett. Ezért gondolom fontosnak az edukatív fejlesztést, és nem mellesleg az én személyes tapasztalatom az, hogy ez is kell ahhoz, hogy legyen egy egészséges mentális állapot a sport mellett. Ez az első gondolatsor. A második pedig kérem szépen, ez az ő, mármint a sportolók szempontjából kritikus pont, két ok miatt is. Az egyik, hogy természetesen nehézségekkel jár, hiszen időt és energiát kell erre szakítani, ami természetesen nem mehet az edzések rovására. Másrészt pedig egy olyan fontos elem a sportpályafutásokban és az eredményességükben, ami ezt elő fogja segíteni. Lényegében maga a fizikai edzés vagy azok a szakmai dolgok, szakági feladatok, amelyeket ők az edzéseken végre tudnak hajtani, az önmagában elég lehet a fejlődéshez, de ha valaki intellektuálisan is fejleszti magát, az bizonyosan katalizálja a teljesítményeket, amit a fizikai edzéseknek köszönhetnek. Amit mondani szeretnék, hogy van a vas, az embernek a teste, amit lehet edzeni, és van a szoftver, ami azt irányítja, és amit csak tanulással, oktatással, olvasással lehet fejleszteni. És ez a kettő tud nagyon erős lenni, és teheti nagyon sikeressé a sportolót. Most az előbbit Milák Kristóf, kétszer olimpiai világ és Európa bajnok úszó, a másodikat pedig Gergely István, a Honvéd Sportegyesület elnöke, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóink, a nagyszerű kapus mondta. Maga a rendezvény pedig az Óbudai Egyetem kutatók éjszakája a programsorozat keretében a víz bajnokai portrébeszélgetésen előtt hangzott el. Ezt egyébként majd látni fogják a teljes interjút a Paletta Kulturális Magazinban, amelynek moderátora András Krisztina volt, az Óbudai Egyetem szakfelelőse, aki beszélgetett a fiúkkal. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, elnézést itt a közbevetésért, de ezt nagyon fontosnak tartottam megjegyezni, hiszen a segítségeddel sikerült beszélgetni a fiúkkal, és azt hiszem, hogy ők nem csak példák, hanem példaképek. Olyan jövőképpel, ami megsüvegelendő egyik oldalról, másik oldalról pedig valóban segíti az Óbudai Egyetem ismertségét is. Kezdjük azzal a gondolattal, ami Györök György dékán úr gondolatsora volt a megnyitón, miszerint a V4-ek legjobb egyeteme immáron az Óbudai. Azt hiszem, ez megerősítés a számodra is, mindannyiótok számára. Igen, ez így van, tehát az egyetemek is egyfajta versenyben vannak, akár hazai, akár nemzetközi tekintetben, és az egyetemeket is megmérik sokféle szemszögből, amire ugye dékán úr utalt, hiszen köztünk volt a sajtótájékoztatón rektorhelyettes úr, Gulácsi professzor úr, akinek nagyon sokat köszönhet az egyetem tudományos és innovációs területen való előrelépésében, és arra utalt, hogy valóban a legfrissebb rangsorok alapján az egyetem nagyon szépen szerepel. Több tudományterületen is jelen van, és ez egy fiatal egyetem, olyan értelemben, hogy 14 éves élet múlttal van egyben ebben a formában, de valóban nagyon szép az eredmény. A program, amiről beszélt, hogy ez nekünk egy debütáló programunk volt, abban a tekintetben, hogy a megújult sportközgazdász mesterszak, amelyik az idei tanévben is nagyon szépen el tudott indulni kiváló hallgatókkal, és egyébként sportoló hallgatókkal is, hiszen nekünk ez a duális értelmezés, ezt szoktam mondani, minimum kettős értelemben duális, egyrészt partnerekkel végezzük az oktatást, másrészt kettős sportolói karriert segítünk, tettük ezt eddig is, és a jövőben is, és ami nekem a csodálatos lehetőség volt, hogy két olimpiai bajnokkal beszélgettem,
tettem, mert a kutatók éjszakájának az a célja, hogy az egyetemek megnyitják a kapuikat, és várunk mindenkit szeretettel, kicsiket, nagyokat, hogy vonzóvá tegyük az akadémiai világot és a kutatásokat. De úgy gondoltam, hogy nem alkalmazott és nem alapkutatás az az, amiben bele kellene tekintenünk, hanem valami olyan dolog, ami reflexív módon reagál a körülöttünk zajló eseményekre, illetve pozitív értelemben példaképeket is állít, és azért nagyon büszkék voltunk rá, hogy a két olimpiai bajnok elfogadta a meghívásunkat, és a vízbajnokaiként jelen voltak, és egy ilyen kötetlen portrébeszélgetést folytattunk, azzal, hogy ugye két különböző sportág, bár a víz összeköti őket, két nagyon más generáció, és ráadásul ugye Kristófnak van egy speciális vonatkoztatása, és amikor a mondatokat felolvastad, akkor ő szívből beszélt, hiszen ő a 23-24-es tanévben beiratkozott hallgatója az Óbudai Egyetem gazdálkodás és menedzsment székesfehérvári alapszakának. Tehát amiről ő beszélt, ő neki most ez feladata, hogy készül a 24-es nyári játékra, és egyben úgy döntött, hogy nem csak felvételt nyert, mert hogy felvételt nyert, hanem be is iratkozik, tehát aktiválta a fél évét. Azaz két dolgot együtt szeretne, de az interjúból ki is derül, és nagyon fontos volt a beszélgetés üzenete, hogy a Kristóf vallja, hogy az, amit a sport, ugye a sporttevékenység által ő felhasznál és ember részesül, neki szüksége van mellette egy mentális és egy edukatív fejlődésre, mert akkor érzi kompletnek azt a mindennapok teljesítményét, amelyben ő lehet. Nagyon fontos volt ez a két beszélgetés, és én arra figyeltem fel még hetekkel azelőtt, mikor tájékoztattál engem arról, hogy lesz egy ilyen, hogy egy kicsit visszagondoltam, és mennyire érdekes, hogy vízes sportolókat hívtál. Annál is inkább, hiszen én még visszaemlékszem, hogy ha megnézzük a vízilabdásokat is, Bodnár András, Csapó, az úszókat, Fladár, Verrasztó, Hargita és Sós Csaba, mind meg annyi olyan fantasztikus olimpiai világ és Európa bajnok sportolóról van szó, akik mind egyetemi tanulmányokat végeztek, és ráadásul a jó néhányan köztük ma is abban dolgoznak, tehát nem sport, vagy sportvezetőként. De mind a kettő, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ők példák és példaképek. És ez egy olyan jövőképet mutat az Óbudairól, mondom én, ami azt hiszem, hogy megsüvelegendő. Nos, a sikeres sportolói karrier a te személyes tapasztalatod alapján, hogy miként járul hozzá, hogy az egyetemen is megállják a helyüket? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy-egy világklasszis úszónak, vagy bármely sportágban, akik olimpián, világversenyeken szerepelnek, bizony a felkészülés az egy borzalom. Tehát egy köznapi ember el sem tudja azt képzelni. És emellett pedig legalább, ha nem is olyan magas szinten, mert meg kell, hogy állják a helyüket az egyetemen. Igen, tehát ugye speciális lehet a helyzetem, amikor erre a kérdésre válaszolok, mert őket én nem csak mint sportolót ismerhetem, hanem ismerhetem a hallgatói létükben. Ugye időben először dolgozhattam együtt Gergely Istvánnal, amikor ugye én a tanár és ő a hallgató lehetett, és nagyon-nagyon szépen látszott, és azért az István mindenképpen példaérdekű, és az élete igazolja is a sportvezetői sikere, hogy ő érezte, hogy ő lehet olimpiai bajnok, ő lehet egy válogatott kapus. Akkor már szakosztály vezetés felé ment, tehát kezdett vezetőként is gondolkodni, de valami egy új pályára jön, ahol ugyanazzal az alázattal bele kellett rakni nem kevés időt, és soha nem feledem, hogy egyetlen egy, akkor ugye még nem merült fel ez a hibrid meg online forma, valóságban zajlottak az oktatások, és mindig ott volt, és mindig kérdezett, aztán mi együtt dolgozhattunk úgy is, hogy én konzulens lettem az ő diplomadolgozatának, és annak is láttam a szerves folyamatát, ahogyan ő dolgozott. Egyrészt az időbeosztás, tehát hogy ők az a tapasztalatom, hogy egyrészt az a sportból jött alázat, és hogy bele kell rakni, a teljesítmény érdekébe bele kell rakni a munkát és alázatot, plusz egészen más időmenedzsmenttel dolgoznak, hiszen nagyon kevés az idejük, ezért nagyon szépen osztják be. Korábban volt egy beszélgetés, ahol az István mellett a Mai Balázs ülhetett, aki mostanra főigazgató, vezérigazgató helyettese a Nemzeti Sportügynökségnek,
És a Balázsnak volt egy ilyen mondata, akkor ugye ő még egyébként a nagy sikerek előtt, de már kiváló atléta volt, hogy számára az, hogy ő akkor járhatott az egyetemre, hogy állatorvosnak készült az ott, hogy a diplomázott, az egy megnyugtató. Tehát, hogy tudja, hogy nem azon az ezred másodperceken múlik, mert nem a semmiben hull, ha ne adja Isten a sportteljesítmény nem jön ki, hanem neki van egy értelmezhető egzisztenciája. Ez nem csak anyagi értelemben, hanem máshol is van sikere és értelmezhető. De ez nagyon fontos, hogy mind a kettőbe nekik bele kellett rakniuk, és oda kellett rakniuk magukat, és az oktatásnak a mi feladatunk, és egy egyetem, és az pont ez, hogy mindenképpen mentoráló, amúgy is nagyon fontos a mentori kapcsolatok, de egy ilyen esetben még inkább. Nagyon sokszor igen, a mentorálás nem csak a tanár oldalról, hanem van egy patronáló hallgató, hiszen ők van, amikor nem tudnak jelen lenni, és akkor segíti-e őket egy jelenlevő hallgató a jegyzetekkel, egyáltalán az egyetemi léttel. Mindenképpen egy rugalmasság kell, hiszen egészen más az időbeosztásuk, és mások a lehetőségek. Ők nagyon jó partnerek abban, hiszen most is dolgozunk együtt sportolókkal, most a sportközgazdászon Tóth Norbert, aki pont a mögöttünk, hogy ott hétvégén U23-as világcsúccsal lett első helyezett gyalogló, ugye Szondinak az atlétája, és ott is a Norberttel le tudtunk ülni. Ő látja azt, hogy hogyan kell időzíteni az előtt álló hónapokat. Ugye mi látjuk azt, hogy egyébként hogy képzelünk el egy tanmenetet, stb. És azt személyre szabjuk. Nekem az a tapasztalatom, hogy ők tényleg szeretnének egyetemisták lenni, tehát amit csak lehet az egyetemi létből megragadnak, hiszen ezek csodálatos évek és időszakok, de akkor is másként kell és rugalmasabban és hozzájuk igazodónak kell lenni. Ráadásul a közösséget is nagyon, hiszen ilyenkor egy évfolyam az egy közösségé válik az egyetemi évek alatt és utána későbbiekben, és látom, hogy ezek milyen inspirálók és szinergikus dolgok, mikor valóban egy-egy közösségben van egy ilyen kiemelkedő sportteljesítménnyel is rendelkező hallgatónk. Tehát nekem csak jó tapasztalatom van, de ez biztos, hogy erre igazán nem a tömegoktatás, hanem ezek a kisebb szakok azok, amik támogatóak lehetnek. Szóba kerül az, hogy ugye arról beszéltünk, hogy egyre népszerűbb a felsőfokú tanulás a sportágak körében, a sportolók körében, hogy mit szólnak a társak, mennyire tekintik példának azokat a fiatalokat, akik elindulnak egy úton. Hiszen itt van Milák Kristóf esete, nagyon is jól tudjuk, hogy az összes sporták közül, tehát a legnagyobb, azt mondom, hogy befektetés úszónak lenni, hajnalban kelni, iskolába járni, már a középiskola is így zajlik, utána edzeni körömszakadtáig, mert hogy ha valaki világklasszis szeretne lenni, akkor nyilvánvaló, hogy a tehetsége mellett a szorgalom is döntő. Ők ilyen értelemben példaképek lehetnek? Igazán annyiban, hogy bővítsem ki a mielőtt válaszolok, hogy ez még korábban elkezdődik. Ugye abból a beszélgetésből kiderült, hogy mikor elkérdeztem, hogy hány évesen látták meg ők azt, hogy ebből a sportágból, ami mellett leteszik a voksukat, valami kiemelkedő eredmény lehet. Ott mind a két válaszban kettő dolog jött vissza. Az egyik az, amit a körülöttük levő közeg látott meg. Az egy jó szemű testnevelő tanár, egy megfelelő edző, de akkor még akár gyermek, tehát 5-6 évesekről beszélünk. És másik az, amit általában ilyen kamaszkorra raktak, amikor meg ők éreztek rá, hogy hú, ebből valami nagyon-nagyon jó sülhet ki. Amit ezzel mondani akarok, hogy igazán már az általános iskola az a közeg, ahol ők más milyenek lesznek általános iskolásként, mint amilyen középiskola és aztán egyetem, és ugye ebben különböző személyiségfejlődési szakaszban más és más a kortárs csoportnak a szerepe, hogy mennyire nézek a velem hasonló korúra. Én meggyőződésem, hogy ők példaképek, és valóban abban lehetnek példaképek, hogy szalad ki az én kezemből az idő, és egyébként hogy tanulok, és lám, tudom, hogy egészen más életet él, és mégis milyen szépen tudja hozni az eredményeket, bár ebben ugye nagyon szép része volt ennek a pénteki rendezvénynek, hogy amikor már nem én kérdeztem, hanem odafordultunk
a meghívásunkat elfogadó vendégeink közé. Nagyon nagy élmény volt, hogy rengeteg gyerek sportoló volt köztünk. Tehát olyan srácok, akiknek még nedves volt a hajuk, mert aznap is érkeztek az úszodából az edzésről, és nagyon-nagyon okosakat kérdeztek, és felmerült ugye az eredményre való rákérdezés, azaz, hogy milyen érdemjegyekkel végezte Kristóf a különböző tanulmányait, ahol egy nagyon elmosolyodott diplomatikus válaszként alulról a 4-es volt a válasz, hiszen tényleg ne felejtsük el, hogy ők egyszerre felelnek meg nagyon magas szinten. Tehát a gyerekek meggyőződésem, hogy a korosztályban és annak a közösségnek ők példaképei, ez nagy dolog, de még nekünk, tehát pontosan a felnőtteken is lehetett látni, hogy valami különleges dolog történt a kampuszon, amikor ott volt a két olimpiai bajnok, és valami különleges dolog volt, ugye úgy adódott, hogy egyenként jöttek be a terembe a programra, és tényleg hiába ment egy beszélgetés, akkor is mindenki automatikusan tapsolni kezdett, mert éreztük, hogy valami nagyon különleges, úgyhogy igenis ők hatnak, de ahogyan kezdtem, a különböző korosztályban és közösségben más lehet éppen a hatásuk. És nem feledhetjük, hogy nem csak a töpörtjüknek, a magkezdemény sportolóknak, akik majd a későbbiekben szeretnének Milák Kristófok, Gerge Istvánok és sorolhatnám lenni, hanem az ott lévő látogatóknak, tehát a közönség mindegyikének és az Óbudai Egyetemnek, hiszen erről beszéltünk, hogy milyen nagy lépés ez, de ne feledjük Székesfehérvárt. Bizony. Tehát mi hajlamosak vagyunk jelző szerkezettel felaggatni a várost, de Székesfehérvár a sportvárosa is, és a egyetemek felsőoktatási intézmények városa is. Tehát ahogy Cserpakovics András polgármester úr elmondta a megnyitó beszédében, a köszöntőjében, ez nagyon-nagyon fontos lépcső. Ezt többször lehettem már bent nálad és más-más témában, de mindig azt mondtam, hogy ezt a szakot nem véletlenül és nem is lehet máshol elképzelni ebben a formában, mint Székesfehérvár megyejogú városában, ami mindig meg is kapja azt a támogatást, hiszen hogyha erre rengeteg sportegyesületre gondolsz, a rendezvényekre, az épülő és fejlesztés alatt levő létesítményekre, és mindegy, hogy szabadidős sportra tekintünk, vagy a hivatásos sportra, vagy a hazai rendezésű nemzetközi rendezvényekre, fővárosa és központja ennek Fehérvár, és valóban, tehát nem véletlen, hogy ez a szak, meg ezek a kérdések itt nagyon-nagyon evidensen jelen vannak, és látod, ugye a sikerek is igazolják folyamatosan bővülő partnerek, a hallgatók száma. És amit mondtál, mi visszatérően szoktuk alapszakon is sportolókat meghívni motivációs előadásra, mert meggyőződésem, hogy olyan inspirációt adhat, ugye mindig el szoktuk mondani, hogy készségeket, képességeket mi tudunk fejleszteni, de igazán az, hogy legyen valakinek egy jó értelmű beakadása, hogy saját maga találjon egy jövőre vonatkozó célt és víziót, amiért hajlandó tanulni és menni, azok ilyen áldott pillanatok. Én azt éreztem, és ezt is reméltem a pénteki rendezvénytől, hogy kicsik és nagyok, és különböző módon voltunk jelen, de mindenkinek csillogott a szeme, és utána a rendezvény után, egyrészt a kérdések után hagytunk, és maradt idő az aláírásokra, a közös fotók készítésére. Meggyőződésem, hogy életet meghatározó, és akár pályafutás segítő pillanat lehetett ez a kutatók éjszakája. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy valóban eljöttek az olimpiai bajnokok hozzánk, és aki végigkísérte a válaszokat, rendkívül sok továbbvihető általános gondolat volt, mint ahogyan te is, ugye igen hosszan tudtad idézni az ő szavaikat. Az Óbudai, ugye ezt mondanom sem kell, otthonra talál Székesfehérváron is. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat. De mindig kérdés, hogyan tovább. Hiszen én azt figyeltem meg, hogy az Óbudai Egyetem munkatársai, tehát a felsővezetéstől a tanárokig mindig egy olyan jövőképben gondolkodnak, ami lehet, hogy segít abban, hogy ne csak a V4-ek, ahogy a dékán úr mondta, hanem a világegyetemi rangsorában is egyre feljebb kerüljön. Azért az Óbudai Egyetem nagyon-nagyon régóta jelen van a városban, történelmileg is, ugye ez a geo- és informatikai
pillérekkel, és ezt sikeresen teszi. Az Óbudai Egyetemnek a Fehérvári kampusz és az itteni kar az a duális központja, tehát ilyen sok vállalati-ipari kapcsolattal szerintem az egész egyetem, sőt többi egyetem sem rendelkezik. Ebbe érkezett most bele egy picit ez a sportközgazdász és az ehhez kapcsolódó alap és a jövőbeni doktori elképzelések. Tehát mi ezen ennek az útján megyünk tovább. Ami most formalizálódni fog, és most már egyre többet beszélhetünk róla, május elején a Magyar Olimpiai Bizottság alapító dokumentumként fogadta el a kettő sportolói programot, amit a MOB magára vett és formalizálni kezdett. Ez nem új keletű, tehát mindig is voltak, és ahogyan én is mondtam például, hogyha csak az én saját pályafutásomra gondolok, akkor több olimpiai bajnoknak a tanításában és a közös képzésben részt vehettem, de most ennek egy nagyon fontos pillére jön, hiszen sportoló nemzet, hiszen vannak statisztikák, amik azt mutatják, hogy bizonyos életkorban elhagyják a sportpályafutást a tehetséges sportolók. Nagyon sokszor a tanulás, mint gát jön elő. Mi azt szeretnénk megmutatni, és szerintem ezt példázzuk is, ez a péntek is példázta, hogy a két dolog nem vagylagos, hogy sportolni vagy tanulni, hanem és a megfelelő. Ugye Kristóf által idézett mondat ezt alá is támasztja, hiszen az ő fizikai és sportolói teljesítményét az, hogy edukálni tud, hogy mással foglalkozik, hogy kitekint, hogy egy széles látóköre lesz a világra és egy hivatás felé, az segíti őt a mindennapok, akár monotonnak, és ahogyan mondtam, ez nem most kezdődött. Tehát ők kiskoruk óta, akár napi, ugye ezen poénkodtak is, hogy Kristóf mondta, hogy heti 10 edzés, míg a Pisti megmondta, hogy hát nem, náluk a vízilabdában ez 14 volt. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon komoly munkát végeznek el, és ezt a munkát, hogyha a tanulás is segíteni tudja, ahogyan szintén elhangzott hardware és szoftver, ennek a szinergikus együttléte az jó. A kettő sportolói programnak meg fontos partnerei az egyetemek, és ebben az Óbudai Egyetemnek most, amikor én áttekinthettem, nagyon előrevívők az egyéni tanrend lehetőségek, a sportolói ösztöndíjak, az e-learning lehetőségek, a hibrid, illetve mi egy kicsit ilyen pilotként ezeken a kiváló sportolókon, mint az említett gyaloglónk, vagy mint Kristóf, kicsit kikísérletezzük, hiszen ahogyan polgármester úr mondta, hogyha a legmagasabb teljesítményű meg tudja csinálni az egyetemest és a sportot, akkor a többieknek már nem marad kifogás, hogy miért nem lehet kettőt együtt csinálni. Egyértelmű erről egyébként ez a kettős történetről a mai Nemzeti Sportban egy egész hosszú cikk jelent meg, azt hiszem, hogy példaértékű. Nos, zárásul egy kicsit beszéljünk, hiszen a Velencei tó mellől érkeztél, ami azt hiszem, hogy megint egy nagyon-nagyon fontos lépcső. Most segítesz nekem? A vizes sportágak egyik óriási lehetősége az akadémia. Ez így van. Ugye azért is klassz, hogy előjött, mert mondtam neked, hogy ma nekünk egy nagyon színes programunk van, hiszen a sportközgazdász mesterszakon zajlanak az alkalmak, és ma létesítménymenedzsmentünk volt, és mindig el szoktam mondani, hogy vannak olyan tárgyak, amit nem lehet tanterembe, és nem szabad tanterembe kényszeríteni, és az a legjobb, hogyha a kint levő szakemberektől tanulhatnak a fiatalok. Így adódott, hogy a kajakkenu sportág létesítményfejlesztése téma, ami már évek óta a mi témánk, de egyébként a budapesti székházban, a Latorcai utcában szokták tartani, az merült fel a szövetség társadalmi elnöke, Schmidt Gábor, helyettes államtitkár úr oldaláról, hogy Kriszti, mi lenne, ha nem a székházban, hanem meglátogatnátok minket Csukoron, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémián, és valóban már ez történt, elképesztő, tehát fantasztikus élményben volt részünk, ahogyan a tervezők, a kivitelezők végig mutatták nekünk a létesítményt, ami egy, hát egy csodálatos helyszínen van, és egy nagyon-nagyon átgondolt, kompakt koncepció mentén fejlesztik, úgyhogy hát nagyon-nagyon gyorsan haladnak. Gyakorlatilag 24 májusában, amikor a városba tervezünk és szervezünk egy sporttudományi kongresszust, akkor már az átadáson leszünk, és helyszínben is gondolunk rá.
hatalmas élmény volt, megint körbenéztem a srácokon, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy úgy segíteni hozzá őket egy hivatáshoz, hogy egyébként gyakorlati értelmezhető tudást kapnak, és bele is szeretnek abba a hivatásba, hiszen te pontosan tudod, hogy az a jó, ha valakinek nem munkája, hanem olyan területet választott, amit ő szeret. Egy-egy ilyen alkalom nagyon-nagyon erős lehet, úgyhogy valóban a vízzel kapcsolatosak lehetünk ilyen formában is, ott is egyébként úszodát is fejlesztenek, egy 50 méteres úszodát, nagyon komplett helyszín lesz, mind a működési modelljét, mind a kínált szolgáltatását tekintve, mind nemzetközi léptékű maga. Ráadásul egy ötszörös olimpiai bajnok vezeti, igen, az egész intézményt, úgyhogy nincsenek kétségeim, hogy egy csoda lesz belőle. Krisztián, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt hiszem, hogy majd fogunk még beszélgetni erről, hogy váltak be azok a remények, amelyek nagyon is valósággá szoktak válni a összefogott csapat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, András Krisztina volt a vendégem, annak tükrében, hogy a víz bajnokai program sorozatról beszélgettünk, ahol Milák Kristóf és Gergely István két olimpiai bajnok volt a vendég. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.